és miniszter urat. Jó napot kívánok, miniszter úr, nem tudom, hall-e bennünket. Igen, jó napot kívánok. Ugye 1956-ban is, ahogy most is, az Európát fenyegető veszély elhárításán dolgozott a magyar közösség. Ezt mondta a napokban egy ünnepségen, az ünneppel kapcsolatban. Pontosan mit értett ez alatt? Hát nyilván tudjuk, hogy minden kornak, minden korszaknak megvan a maga veszélye, megvannak a maga kihívásai, és mi magyarok ezt igencsak megtanultuk, és részt is vettünk ebben a folyamatban. A történelmünk azt mutatja, hogy képesek voltunk mindig fölismerni a bajt, cselekedni, és hogyha összefogtunk, akkor sikerre tudtuk vinni azokat a csatákat, azokat a történelmi eseményeket, amelyekben részt vettünk. Most is a mai korunknak is megvannak a maga veszélyei. A magyar emberek mindig bátrak voltak, mindig látták a problémát, bajokat, és tettek is, cselekedtek is annak érdekében, még hogyha sok esetben 56-ban, mint például 56-ban alul is maradtunk egy óriás hatalommal szemben, de egy idegen elnyomó rendszerrel szemben léptek föl. Bátor emberek voltak az 56-osok, és a mai korunknak is megvan a maga kihívása, megvan a maga veszélye, és mai szükségünk van bátor emberekre, mai szükségünk van katonákra, akik egyébként védelmezik a magyar embereket és védelmezik Magyarországot. Így van, és hát ugye a mai kor kihívásait, hogyha említette, akkor mindenképpen meg kell emlékeznünk a katonaságnak a szerepéről, amely például a határok védelmében jelentkezhet, ugye a jogszabályi változásokkal, azért ez is egy fontos momentum. Ez így igaz, ma egy sajátos kihívással állunk szemben, egy tömeges migrációval, egy népvándorlással, és ebben a katonáink helyt állnak, a rendőreinkkel közösen védelmezik a határokat, megépítették a biztonsági határzárat, élőerőben is ott vannak, járőröznek, jogszabályi környezetet is teremtettünk, mi nyilván egy jogállamban élünk, és ez szükséges ahhoz, hogy megfelelő a feladat ellátáshoz szükséges jogi háttér is meglegyen, ezt mind-mind megtettük, a katonáink helyt állnak mind a mai napig, ezért köszönet és tisztelet jár nekik, és én azt hiszem, hogy ez a helyes út. Nagyon fontos, hogy mondjuk 56-hoz képest, amikor teljesen magunkra maradtunk, most azért felsorakoznak mellénk egyre többen. Örömteli, hogy a visegrádi országok is mellénk álltak, Szlovákia, Csehország, Lengyelország és még számos ország együttérzéséről, szimpátiát fejezte ki Magyarország irányába, hiszen ebben a nehéz helyzetben, amely nyilván nem tankokat jelent, de mégis egy olyan veszély lestelkedik a migráció mögött, amelyet minden biztonságpolitikai szakértő úgy jellemez, hogy növekszik a terror fenyegetettség, és gyakorlatilag ellenőrzés nélkül bárki bejöhetett Európába, ezt szeretnénk megadályozni, ez a mi feladatunk, és a Honvédség ezt a feladatát kiválóan ellátta az elmúlt hónapokban, hetekben. Miniszter úr, ma már volt egy megemlékezése a Honvédelmi Minisztériumnak 10 órakor, ott mondott egy beszédet, ott mire helyezte a hangsúlyt? Hát én ma már 9 órakor kezdtem egy Őrmezei Általános Iskolában, ahol a gyermekekkel, iskolás gyermekekkel és szülőkkel együtt emlékeztünk meg 56-ról. Nyilván ez a mai nap és a hónapi nap is az emlékezésről szól, az ünneplésről szól, és ez fontos dolog. Nyilván mindenhol igyekszem kiemelni azt a bátorságot, amit a magyar emberek mindig is felmutattak a történelmi idők folyamán. Nyilván azok a szabadságharcok, forradalmak, amelyek nagyon érdekes, hogy nem csak a függetlenség és nem csak az önrendelkezés, hanem egyfajta rendszerváltásra irányult, hiszen a reformkor 1848-49-ben is alapvetően változtatta volna meg az akkori társadalmi gazdasági viszonyokat, és ehhez kellett a függetlenség kivívása, kiverekedése, és 1956-ban is egy idegen rendszer, egy besugó hálózat működött, amellyel szemben nyilván az 56-os fiatalok, egyetemisták, pesti srácok és mindenki, aki annak idején ott volt és fellépett a rendszerrel szemben. Tehát ez kellett egy igen nagyfokú bátorság, és a magyar szabadságharcok mindig őszinték és tiszták voltak, mindig a magyar ügyet nézték, és nem manipuláltak voltak, mint a világban sok más, nem megbántva senkit, sok más úgynevezett forradalom, amelyet láthattunk a világtörténelemben. Igen, talán ez az egyik legfontosabb dolog, amellett, hogy 1956 ugye ékes bizonyítéka volt egy nemzet összefogásának, ezt is szokták gyakran a forradalom és szabadságharc emlegetése kapcsán előhozni. Ebből most a mai kor magyarsága, a mai kor magyar társadalma határon innen és túl mennyire tud merítkezni ön szerint? Hát szerintem örüljünk annak, hogy ilyen gazdag történelmünk van, több mint 1100 éves európai történelmünkben számos
dicsőséges személyiség példakép mutatta meg a tudását, sok esetben életét áldozva a hazáért. Mindig mindent oda kell adni a hazának, ez a legfontosabb üzenet 56-nak is, minden szabadságharcunknak és forradalmunknak. Azok az emberek, akik már nem lehetnek közöttünk, és 56-ban meghaltak, kivégezték őket, meghurcolták őket, azokra büszkének kell lennünk, és a gyermekeinket is ebben a szellemiségben kell nevelnünk, az őszinte tisztességes kiállásra, a bátorságra, az igaz ügyek szolgálatára, és hát természetesen a haza szolgálatára. Ez egy magas rendű cél, magasabb rendű cél, amely mindannyiunkat kell, hogy vezéreljen. Hazánkat kell szolgálnunk mindannyiunknak, katonáknak, rendőröknek, civileknek, minden állampolgárnak. Simicskó István honvédelmi miniszternek köszönjük szépen, hogy jelentkezett nálunk.